1991 óta minden év március 15-én egy fiatal artista művész veheti át a Porond Ifjú Csillaga cirkuszművészeti díjat. Ezt mindig olyan artistának ítélik oda, aki a cirkuszművészet szempontjából nemzetközileg is elismerésre méltó, kivételes teljesítményt nyújt és kimagasló szakmai tudással rendelkezik. A cirkusz egyenlő a művészet, a kultúra és a sportnak az ötvözetével, és mindig nagy öröm, hogyha valamilyen díjat tudunk átadni. A mai napon nagyon-nagyon szép díjat adhatunk, hiszen az ifjú tehetségnek, Ádám Krisztiánnak tudtuk átadni azt a díjat, ami 1991 óta minden évben sikerül a legnagyobb tehetségeknek ugye biztosítani, ezáltal Ádám Krisztián nyert el a Porond Ifjú Csillaga díjat. Úgyhogy nagyon gratuláltam neki a Porondon, és tényleg kívánom azt, hogy minden célja teljesüljön. A 24 éves fiatal művész az Ádám cirkusz dinasztia tagja. A híres Circus America produkciójával bejárták a világot. Felléptek Hollandiában, Franciaországban, Németországban, Bulgáriában és Romániában is. Krisztián lendületes műsorszámaiban biztosító kötél nélkül megy végig a magasban kifeszített dróton, vagy épp ügető lóháton zsonglőrködik. Én a cirkuszban régóta dolgozom, a cirkuszban nőttem föl, ugye az Ádám dinasztiához tartozok, ez több mint egy 200 éves dinasztia. Hát nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy én kapom az idén ezt a díjat, nagyon jól esett a megtiszteltetés. Az eddigi díjazottak között olyan kiváló tehetségek szerepelnek, mint Birics Ákos, aki számos nemzetközi cirkuszfesztivál díjazottja, vagy Dietmar Lajdó, aki jelenleg is a világhírű Cirque du Soleil társulatát erősíti.